Sziasztok! Úgy gondoltam, még egy videót lepörgetek ma. Tehát a második rész, ez még valamikor szeptember vége fel volt. Ettől függetlenül gondoltam, hogy akkor még jelenléti volt a foglalkozás, de legyen már meg akkor erről is a videó, meg majd a többiről is fel fogom menni. Attól függetlenül, hogy újraindul a jelenléti képzés, vagy nem. Tehát kinematikával folytatjuk. Mutatom majd nagyjából milyen témakörök vannak, hogyha egyébként a honlapról mindenki le tudja tölteni az napi témaköröket, meg a feladatokat is, hogy párhuzamosan tudja nézni, hogy mik a kérdések pontosan. Ez egy másféle top, úgyhogy ki kell vennem innen. Majd akkor átváltom már a feladatra is egyszerre. Tehát amit nézni fogunk, ezt nem fogjuk nézni az elsőt, mert a jelenléténél úgy volt, hogy ez kimaradt, és akkor a második héten kellett ezt az elmozdulás, sebesség, gyorsulás vektorokat, ezt megnéztük az előbb, vagyis hát az elsőnek a végén, három dimenzióba is, és akkor most a szabad esés, ugye az, amikor elengedünk egy tárgyat, és akkor a gravitáció hatására gyorsulva, nulla kezdősebességgel lefelé esik. A függőleges hajítás az, amikor ugyanezt csináljuk, de vagy felfele, vagy lefele megindítjuk, tehát megdobjuk valamilyen kezdősebességgel. A vízszintes hajítás, amikor olajrányba dobjuk meg valamilyen sebességgel, és akkor ugye egy ilyen lefele görbülő pályán fog haladni. Mondjuk egy bombázó elengedi a bombát, és akkor ugye egy földet ér. Fejlehajítás, amikor mondjuk egy kislabdahajítást nézünk, megnézzük majd még az egyenletes körmozgáshoz tartozó mennyiségeket, a szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás, meg ilyesmit. Hát most csak egyenletes körmozgást fogunk nézni. Ha valakit érdekel az egyenletesen változó körmozgás, akkor az egyetemi jegyzetet, meg feladatokat, majd ugye az is úgy is föl lesz téve, nyugodtan meg tudja nézni. Ebben még nincsen semmilyen nagyon bonyolult dolog. Ja, akkor olvassuk együtt a feladatot is. Az elsőt, hogy nekem már kétszer menni oda-vissza. Tehát, milyen magasról esett az a test, amely esésének utolsó két másodpercében 40 méter utat tett meg? Mennyi ideig esett? Mekkora sebességgel érkezett a Földre? Megpróbálom ide betenni ebbe az újfajta magas állványba. Jó, hát így most egy kicsit több idejébe fog telni, mindig kivenni, visszatenni, de másikból elvittem vissza részt a csavart, hogy megcsinálja, hogy ne inomjon, hogy billegjen ott nekem, mert mindig nehéz volt beállítani. Úgyhogy, hát ez is jó szerintem, így is. Milyen magasról esett az a test? Utolsó két másodperc, hát nevezzük mondjuk ezt így delta-t két szekundumnak, 40 méter utat, hát a magasság megváltozása legyen mondjuk itt akkor ez 40 méter, és akkor a teljes magassága, amit nem tudunk, de magasság hívjuk mondjuk H-nak, vagy H-t, mint a H-val szokták kezdeni. Így és akkor ebből, amit ugye nem tudjuk ezt az egészet, milyen magasról esett, tehát ez kérdés is, mennyi ideig esett, tehát a teljes idő is kérdés, és mekkora sebességgel érkezett a Földre, tehát itt a végén milyen lesz a sebessége. Hát akkor ezeket csak így index meg minden nélkül jelölünk, és akkor majd inkább a többire vezetek be valami más jelölést. Tehát itt az utolsó 40 méter, akkor nevezzük ezt itt delta H-nak, ugye ezt a kis darabkát. Így. Innen indul, nem tudjuk, hogy ez hol van, valamilyen ismeretlen H-magasságban. Innen indul akkor ez a test. És V0 akkor 0. Most a kezdő sebességet akkor így jelöljük, hogy V0. És ez az idő, ami alatt innen ide leér, ez a delta t idő, ami megvan adva.
Oké, na most ezekre a mennyiségekre szeretném megoldani, hogy H meg T, tehát az egész, meg az egész idő. Ez két ismeretben, akárhogy is nézem, tehát két egyenletet kell felírni. Ugye lehetne egy olyas valamit csinálni, hogy vizsgálom azt, hogy innen leesik ide, mert megvan az a magasság is, meg a delta T, hát biztos meg lehetünk is oldani, és akkor ugye az az ismeretlen, ami még pluszban van, az az itteni sebesség, mert ugye ennek az intervallumnak az itteni sebesség az végül is a kezdő sebessége lenne. Tehát ez végül is egy ilyen függőleges hajítás példa, mint hogyha innen ugye még dobnám valamilyen sebességgel lefele, mert innentől idáig arra felgyorsul. Hogyha pedig azt mondom, hogy feltesszük, hogy H magasság, mert úgyis azt kérdezik, ezt a sebességet nem kérdezik, akkor minek számoljunk olyan valamit, amit nem kérdeznek. Úgyhogy nézzük ennek a függvényében a dolgokat. Meg tudom azt csinálni, hogy ugye ugyanúgy nulla kezdő sebességgel felírom erre, hát ez ugye T minusz 2 szekundum akkor ennek az ideje. Az ismeretlen T minusz 2 szekundum ez. Az egész az meg az egész T. Úgyhogy erre a kettőre fogom fölírni azt az, hogy innen ejtjük a testet, ugye mindig az nulla. Hát általánosan ugye láttuk, hogy most írom Z-ben, mert általában függőlegesre Z-t szoktak, ugye ha átírjuk Z-re, akkor úgy néznek, hogy az per 2 t négyzet meg v0 z t meg z0. Ugye ez egy állandó gyorsulású mozgás, mégpedig a gyorsulás az így lefelé irányú. Itt van neked a gyorsulása, és akkor, hogyha a z-tengelyt így lefelé irányítom, akkor, ja, itt lesz akkor ugye a z0 az nulla. Ez akkor nulla. Ez is nulla, mert nulla kezdősebességgel indul. Nem marad más, csak ez. Hát itt ez a z, ez meg ugye ez a h, vagy a h minusz delta h, hogy innen megnyugtattad meg ebbe az irányba. Tehát A per 2 T négyzetes képletet kapjuk erre az esetre. A megtett út az gyorsulás per 2, ebben az eset ugye G per 2. Mivel lefelé vettük a Z direkt, mert ugye minden lefelé mutat, ugye a gyorsulás, sebesség, minden, tehát feleslegesen ezt fölfelé venni most a Z, hogy lehető legtöbb dolog pozitív legyen, akkor most erre a gyorsulásra írhatjuk szépen azt, hogy ez a gyorsulás az úgy néz ki, hogy 0, 0, G, plusz G, és akkor csak ez a G kell nekem, ez a, vagy akkor az A, Z, az ugye G, 9,8 vagy 10 G-re akar számolni. Jó, lehet, hogy ezt egy kicsit túl bonyolítom. Írjuk fel akkor a teljesre. A teljesre akkor a Z, vagyis a megtett út ugye most egy az egyre ugyanaz, mert egyenesen megy lefele, és nem oda vissza, meg ilyesmi, tehát amennyivel megváltozik ez a z-koordinát, amit innen mérek, annyi lesz a megtett út, vagyis ez a teljes h. Igen, és akkor azt írom, hogy g per 2 a teljes t-nek a négyzete. Oké. Erre viszont a teljes minusz ez a delta h. H minusz delta h egyenlő g per 2 t minusz delta t a négyzete. Megkaptam a két egyenletet. Most szépen beírkáljuk a dolgokat, ugye hát minden testi alapegységbe írok be, tehát méter per szekundum négyzet, szekundum, ez is szekundum, azért, hogy ne kelljen már most itt még a mértékegységeket is írkálni, mert csúnya lenne, de mivel minden testi alapegységbe írok be,
ha nem, nem hibázok, akkor a végeredmény is ugye esi alapegység lesz, tehát a 3 méter fog kapni a téremek szekundumon. Tehát H egyenlő, megnézem, hogy 10-et használtam, 10-et használtam, tehát legyen már most a G az, de most nem ezen van a hangsúly, hogy hány százalékos pontosággal tudjuk kiszámolni a végeredményt, legyünk a G10-nek, az jól van. Tehát akkor itt a G-per 2 az 5, és a T négyzet, ugye 5 méter per szekund négyzet lenne most, azt nem írom. Itt akkor van egy H minusz 40 méter, nem értem a méter, de akkor most ezt hagyjuk. És itt pedig megint ez az 5, és a T minusz 2 a négyzete. Jó, így annyival szebb, hogy nem kell most itt a szekundumot négyzetelni, a méter per szekund nézet meg ilyesmi. Tehát első alapegységbe írkáljuk be, és akkor így szép lesz. Jó, adja magát, hogy ebből kivonom ezt. Előbb ezt átalakítom, hogy fog kinézni. Tehát H minusz 40 egyenlő, ugye T négyzet minusz 2T meg 4, de akkor ez 5T négyzet minusz 2T is 5-tel van megszorozva, akkor az minusz 10T, a 4 is meg van 5-tel szorozva, akkor az plusz 20. Oké, tehát akkor ebből kivonom ezt. Miből mondjuk mit? Igen, jó lesz az új. Mert ugye a H-ból, akkor a H az még kiesik. A mínusz mínusz 40 az 40. Az már jó is nekem. Az 5T négyzet az kiesik, ugye mert itt is van 5T négyzet. Mínusz mínusz 10T, akkor az plusz 10T. És ugye nulla, nincsen konstans, tehát a mínusz 20. Átviszem a 20-at, az már 60. És akkor 10-re osztok, az 6. Tehát a teljes idő az 6 másodperc. Jó, ha ezt visszahelyettesítem ide, akkor meg is kapjuk szépen, hogy mennyi a magasság. Hát ide jó, úgyis van hely. H egyenlő 5-ször 6-ször 6 az 36, mert ilyen írjon így. 36 a 5-ször 15 a 156, 180 méter. Mindjárt elnőzöm. Ja, és akkor igen, ezt változtam. Ezt elnéztem. De miért? Vagy ott néztem el, vagy itt. Tehát H minusz 40 az jó. 5-ször 10 a minusz 10 T minusz 2 a négyzeten. Az is jó. Aha, itt néztem már, megvettem a kétszeres szorzatot. Nem mínusz 2T, hanem mínusz 4T, ugye? És akkor szor 5 az, az 20. Jaj. És ugyanúgy 4x5 az is 20. Tehát akkor ez itt 20. Mondom, akkor itt is 20 lesz. Ez meg akkor a
fele lesz, vagyis 3. Bakker. 3 szekundum, és 3 a négyzeten, az meg 9. 9x5, 45. Na, jó. Azért érdekes lett volna, hogy már vagy 2011 tavasz, na 2012 tavasz óta szerintem ezt a példát minden éve megcsinálva, és akkor most derült volna ki, hogy nem ennyi a megoldás, hanem az előbb, ami volt az a 6 másodperc, meg a 180, és soha nem vettük észre itt, hogy mindig rosszul lett megoldva. Tehát így ez így helyes. Na, rendben van. Tehát ez egy egydimenziós, ugye egyenes mentén történő, egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, mert ugye a sebesség egyenletesen növekszik, minden másodpercben g-vel, vagyis hát 9,8-al vagy 10-zel, attól függ mennyinek vesszük. Tehát, ja, ki kell számolni, hogy milyen sebességgel, ilyet minden ki kell számolni azt is. Tehát ugye, mivel egyenletesen növekszik a sebesség egyébként igaz lenne, hogyha most a z-komponens nézzük, ugye van neki valami kezdőértéke, majd azt a végére írom, minden másodpercben egyenletesen növekszik ugye az-vel, amennyi másodperc, annyi növekszik a csökkent, attól függ, hogy plusz vagy negatív, pozitív vagy negatív ez. És akkor ugye van neki egy kezdőértéke is. Na most itt a kezdőértékünk 0, tehát ha megvan, hogy mennyi ideig gyorsul, csak meg kell szorozni a 9,8-al, és meg is kapom, hogy mekkora sebességgel fog haladni itt a legalján, amikor mielőtt becsapódna a földre, vagy attól függ, mi van. Úgyhogy a végső sebességünk az g-szer t, mert az az-ink az most g. Vagyis kerekítsünk már 10-re szorozva a 3 szekundummal, vagyis 30 méter per szekundum. Hát egy kicsit valójában kisebb lesz. Közegellást is ugye elhanyagoltuk természetesen, mert azért bonyolult lenne. Hoppáé. Mindegy, hogy utána pedig van a törzőkre. Nem tudtam vissza. Jó, tehát ez volt az első feladat. Nézzük a többit majd. Bonyolódik a nemzetközi helyzet mindjárt. Elmondjuk, ezt lehetne látott volna fönthagyni, mert ugyanezek az alakú képletek kellenek, csak lehet, hogy nem csak az Z, hanem kell az X is, meg a Z, vagy az XYZ, vagy mikor, hogy attól függően, hogy hány dimenziós állandó gyorsulású mozgásokra, ez mindig jó. Tehát most hiába, ha lenne a gyorsulásnak, mert mondjuk lefele ejtem, de a koordinátrendszert így venném föl, akkor ugye minden komponense az AX, AY, AZ, az lenne valami nullától különböző konstans. Ugye konstans lenne továbbra is, csak hogyha hülyén venném fel ugye a koordinátorrendszert, akkor nem az lenne, hogy pont az egyik tenger az pont arra mutat, amelyre mozog a test, hanem semmelyik nem mutatna pont arra. És akkor mindegyikben lenne komponense a gyorsulásnak is, sebességnek is, meg a pozíció is ugye mindegyikben változna. Mindegyik koordináta változna időben, tehát így nagyon szerencsétlen választás lenne. De ha mondjuk két test van, vagy több test, ugye akkor csak az egyiknél tudom jó felben, amik így össze-vissza mozognak a másiknál, másikat akkor bontani kell komponensekre. Jó, na nézzük a kettes. Hát itt most pont bontogatni fogunk. Igen, és a gyorsulást. Álló helyzetből elengedett, pontszerű test csúszik le egy 1 méter magas, 30 fokos hajlásszögű lejtőn. Ezután egy ismeretlen magasságú, 60 fokos hajlásszögű lejtőn engedjük le a testet. Nincsen súrlódás, az a jó. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos volt, a súrlódás elhanyagolható. Mekkora a 60 fokos hajlásszögű lejtő hossza? Egyébként lehetne súrlódás is, csak akkor már ugye nem kinematika lenne, hanem dinamika.
Mekkora sebességgel érkezik le a test a lejtő kaljára az első és a második esetben? Ismeretlen magasságú 60 fokos hajlásszögű lejtőn engedjük le a testet. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos. Az jó. Majd ezt felhasználjuk. Mekkora ennek a hossza? Hát nem a magasságot kérdezik végül is, hanem az L2-t. Hát az egyesnek se tudjuk az hosszát, mert mindjárt kiszámoljuk, ugye, hogy magassága van megadva, a hossza az nincs megadva, de a szög megvan, úgyhogy mindjárt ki tudjuk számolni. Tehát ez az A kérdés, ide jön külön, hogy ez az L2, ez az A kérdés, a B kérdés pedig, mekkora sebességgel érkezik fel a test a lejtő kaljára az első és a második esetben. Tehát V1, V2 a végén. Hát a V0 az mind a kettőnél, ugye az a nulla. Most akkor a V1 az egyiknek a végsebessége, a V2 a kettesnek a végsebessége. Nem az, hogy ugyanannak a testnek az egyik, meg a másik pillanatban vett sebessége. És azt mondják, hogy jó, hogy legyen a G az 10 méter per szekundú négyzet. Hát akkor használjuk ezt ki, mert hát amúgy is legtöbbször annyit írok. Most megpróbálok akkor felrajzolni 30 fokos lejtőt. Ugye ez az alfa 1 és ez a 30 fokos. És a másik az meg ilyen meredekebbnek kell valahogy megrajzolni. Amikor ugyanagy ideig tart lemenni, hát nem lesz méret arányos, mert ez így már lehet. Ez ugye hosszabb kell, hogy legyen valószínű. Mert meredekebb jön a nyíl alatt, ugye jobban gyorsul valószínű, úgyhogy valószínű nagyobb távolságot meg tud tenni. Ez itt az L1, H1, H2, L2. És akkor ide rakunk egy testet. Ennek is itt egy test. Nincsen súrlódás. Hát akkor annyit tudunk, hogy ugye ez a test a gravitáció miatt így lefele szeretne gyorsulni. 9,8-al vagy 10-zel, ugye G-vel. Viszont a lejtő miatt ez a gyorsulás nem tud megvalósulni direktben. Majd a dinamikánál megnézzük részletesen, hogy hogy kell az erőket ugye szétbontani és akkor kiszámolni. Most csak ezt a gyorsulást felbonthatjuk két komponensre, amit a gravitáció okozna. Az a komponens, amit ebbe az irányba a lejtőre merőlegesen tudna okozni, az nem fog megvalósulni, mert ugye a lejtőben nem tud belegyorsulni, vagy abból kigyorsulni a test. Ezt egyébként egy kényszerfeltételnek hívjuk, és egy kényszererő fog megjelenni, ugye az, hogy a lejtő csak a lejtő mentén tud haladni a test, nem tud belemenni. Ezért aztán a gyorsulásnak csak a lejtővel párhuzamos komponense fog realizálódni. Tehát lesz itt egy, nevezzük ezt akkor A egy gyorsulásnak, ez meg biztos hosszabb lesz, mert meredekebb, A2 gyorsulás, lefele. Jó, hát most
Ráírhatnék egy vektorját, most csak a nagyságát írtam. Pozitív mind a kettő. Tehát ez lenne a teljes G hosszúságú, és akkor ezt föl kell bontani lejtővel párhuzamos és lejtővel merőleges komponensre. Itt lesz akkor ez az A1. Ezt akarom kiszámolni. Ez nem fog most megtörténni. Tehát hiába próbálná lefelé gyorsítani a gravitáció, csak a lejtővel párhuzamosan tudja gyorsítani. Na, azonosítsuk akkor, itt is berajzolom, itt szaggatva, hogy néz ki ez a háromszög. Ugye ez itt merőleges rá, és akkor így, itt van a derékszög. Ezt csak azért csináltam, hogy azonosíthassuk, hogy ez merőleges erre, és ez merőleges erre. Ez azt jelenti, hogy ez meg ez merőleges számú szöge, ezért most berajzolhatom ide ezt a 30 fokot, vagy az alfát, alfa 1. Mindegy, alfa, vagy alfa 1, vagy alfa 2, mindegy. A lényeg az, hogy ugye itt van a szöggel szemközti befogó, ez a G az átfogó, ugye, mert őt próbáljuk mondani komponensekre, ezért aztán az A1 per G az egyenlő lesz színusz, mert ugye szembe van vele, színusz alfa 1-jel. És akkor átszorozva A1 egyenlő G-szer színusz alfa 1. Ezt nyugodtan meg lehet jegyezni, ez a gyorsulás, ami a lejtő mentén fog történni, az mindig úgy számolandó, hogy hát ha nincs súlyodás, ugye G-szer színusz alfa 1. Vagy majd amikor dinamika lesz és a súlyerőt, ugye az M-szer G-t bontogatjuk, akkor is a lejtővel párhuzamosan az lesz az M-szer G-szer színusz alfa, a merőleges komponens, ami ugye a mellette lévő, az a M-szer G-szer koszínusz alfa lesz. És aztán, hogyha ugye beosztanék az M-mel, akkor megkapnám, hogy ugye M-szer G-szer színusz alfában marad a G-szer színusz alfa, tehát itt van ez a gyorsulás lesz, a másiknál pedig a G-szer koszínusz alfa. Hát lenne, de az ugye nem valósul meg. Csak annyi belenyomódik a lejtőbe M-szer G-szer koszínusz alfa erővel. Oké, akkor ezt esetleg tovább tudom írni, hogy G-szer színusz 30, de a színusz 30 az 1-2-tel, úgyhogy ez G per 2. Hát egyelőre hagyjuk így. A másiknál ugyanezt fel tudom írni, A2 egyenlő G-szer színusz alfa 2, ami ugyanezt történik, csak más szöggel, és akkor a 60 foknak, 60 fok ugye a másik, igen, a G-szer színusz 60, ez gyök 3 per 2, tehát a G per 2 ugyanúgy ott van, de még egy gyök 3-mal meg kell szorozni. Így. Hát, hogy ez mennyi, az majd természetesen 5. Jó. Na, a következő lépés, ugye végül is el egy távolságot kell megtennie, nulla kezdősebességgel és ezzel az állandó gyorsulással. Tehát ilyen szempontból ugyanaz, mint amikor az első feladatban elengedtük ugye lefele a testet, csak nem 10-zel vagy G-vel gyorsul, hanem, és nem lefele, hanem errefelé, és ugye ezzel az állandó gyorsulással. Tehát ugyanaz az A per 2 D-négyzetes dolog lesz, és ezt az L1-et kell kiszámolni. Tehát ez van megadva, ugye ez a szöggel szemközti. Szöggel szemközti per átfogó, az a színusz alfa 1-en egyenlő. Tehát akkor ezt gyorsan ki is számoljuk. H1 per L1 egyenlő színusz alfa 1. Ugye ez 1-2-ed még mindig, mert 30 foknak a színusz az 1-2, és akkor
1-2-szer L1 az egyenlő H1, vagyis L1 az egyenlő 2H1, vagyis 2 méter. Ja. Oké. Na most ezzel akkor fel tudom írni, hogy L1 egyenlő A1 per 2 T4-et. Mondtam volna, hogy T1, aztán ott meg T2, de mivel ez a 2 egyenlő, ezért legyen ez mind a kettő csak T. Jó, mert ugyanannyi ideig tart a két lejtőn végig haladni. Úgyhogy ezt az L1-et egyrészt fel tudom úgy írni, hogy A1 per 2 T4-et. Itt pedig fel tudom úgy írni az L2-t, hogy A2 per 2, ugyanaz a T4-et. Na most, hogyha ugye az A2 arányát tudom, a T az meg ugyanaz, hogyha mind a két oldalról kifejezem a T-t, vagy akár a T4-et, mivel ugyanazon kifejezem, akkor majd egyenlőre teszem őket. Tehát innen kifejezem a T4-et úgy, hogy 2L1 per A1. Innen kifejezem ugyanazt a T4-et, mert ugye azt mondták az elején, hogy ugyanaz. 2L2 per A2. Na és akkor, mivel ugyanazt a T4-et fejeztem ki, ennek a két dolognak egyenlőnek kell lennie. 2L1 per A1 egyenlő 2L2 per A2. A kettes az egyszerűsíthető, és akkor mi hiányzik az L2? Akkor az L2-t azt ki tudom úgy számolni, hogy A2-vel átszorozom, A2 per A1 szorozva L1. Tehát, ahogy gondoltam, ugye hosszabb lesz az elej, L2, mint az elej, mégpedig olyan arányban hosszabb, mint amilyen arányban nagyobb ez a gyorsulás a másiktól. Hát ugyan néztem, hogy ez egy 3 volt, nehogy valami kerek legyen, ugye? Tehát G-szer gyök 3 per 2, G per 2. Tehát az arány az gyök 3, de ha már kiszámoltuk a számokat, akkor leírom. Nem írom oda a mértékegységet, mert méter úgyis kiesik. A lényeg az ilyenkor, amikor arány van, hogy jön az ugyan a mértékegység alul felül, úgyhogy ki fog esni úgyis. 8,66 per 5, aminek az arány ugye ez most kerekítve van, hogy gyök 3 szorozva 5-tel, és akkor szorozva a 2 méterrel, hogy emlékszem, 2 méter volt, igen. Jó, és akkor a hossza ennek a lejtőnek 3,464. méter. Úgy né. Rendben van, megvan a kettes lejtőnek a hossza, és most kiszámoljuk szépen, hogy az egyes lejtők végén milyen sebességgel fog mozogni a test. Hát ugye mindenhol kiszámoltuk, hogy mennyi az idő? Nem, azért az kéne hozzá. Igen. Tehát akkor számoljuk ki innen az időt. T az gyök alatt 2L1 per A1, ugye itt ez a legjobb, csak egy gyököt kell vonni, a 2x2 méter, hol van az L1? Itt van, az már akkor 4 méter, ez az A1, ez ugye 5 méter per szekund négyzet, tehát a 4/5-nek kell venni a gyökét, az 2 per gyököt, 2x gyök 5 per 5. Hát most az hogy ne írjam úgy. 0,894. Tehát mind a két lejtőn majdnem 1 másodperc, amíg lecsúszik a test, nincs súlyozás. Oké? Akkor ki tudjuk most már számolni, mert ezzel a gyorsulással gyorsul ennyi ideig. Ugye minden másodpercben 5 méter per szekundumban nőne a sebessége, mivel nulláról indul,
ezért ugye nem kell még egy plusz kezdeti sebességet odaadni, vagy hozzáadni, ezért aztán a V1-et azt tudtunk kiszámolni, hogy A1-T, vagyis 5 méter per szekundum négyzet szer 0,894. A másikat pedig ugyanazzal az idővel kell szorozni, de ugye az A2-t. Az A2 az meg itt van. Rendben. 4,47. Oké. Na hát ez egy ilyen feladat. Érdekes, hogy ezt az időt kellett ugye felhasználni, hogy jön annyi a két lejtőnél az idő, és akkor ebből ki lehetett kalkulálni, hogy ha ez merre kerül, az idő mégis ugyanannyi, akkor mennyivel kell hosszabbnak lennie, hogy hát milyen arányban kell hosszabbnak lennie, ugye a gyorsulások arányának megfelelően kell hosszabbnak lennie, tehát gyök háromszor hosszabb, mint a másik. Hát igen, mondjuk ilyen trigonometriát, színusz, koszínusz tanulás, ezt azért nem áll tudni. Az ilyen 30-40-60 fokoknak ugye a értékét, színusz, koszínuszt, azt így nem áll hirtelen. Azt is tudni fejlő nekem keresgélve, amikor ott a számológép nem tart sokáig. Oké. Igen. Tehát, ez mondjuk nem hajítás volt, de matematikailag ugyanaz a módszer a számítása. Most az, hogy esés közben gyorsul egyenes pályán egy állandó gyorsulással a test, vagy egy lejtő mentén halad egyenesen, és akkor úgy gyorsul egy állandó gyorsulással, vagy egy autó fékezik, vagy gyorsít, és egyenesen megy, és van neki állandó gyorsulása. Ilyen szempontból matematikailag ez teljesen mindegy. A különbség az akkor jön be, hogyha még most a következő példába, hogy most már így engedjük, tehát oldalirányba, vagy srégan indítjuk meg a testet, és akkor ugye nem egyenes lesz a pályája, hanem egy síkbeli mozgást fog végezni. Jó, hát viszintes hajítást nem nézünk, egyből a felde hajítást, mert aki ezt megtudja, az is megtudja a viszintest is. Egy katapult 40 méter per szekundum sebességgel lő ki egy kőgolyót, 30 fokos szögben a vízszinteshez képest. A kő a katapult tetejéről 2,5 méter magasságból indul. A várfal töve a 90 méteres vízszintes távolságban van a katapult talapzatától. Milyen maximális magasságot ér el a kőgolyó? Milyen magasan csapódik be a kőgolyó a várfalába? Milyen szögbe kellene állítani a katapultot, hogy pont a várkapun kilépő lovas találja el 2,5 méter magasságban? Hát ez azért, hogy ugyanabból a magasságból induljon, mint ahova érkezik, hogy könnyebb legyen a számítás. Milyen maximális távolságból lőhetnek ezzel a katapulttal, ugyanúgy 2,5 méter magas lovas célozva, tehát egyezzen meg az indítás, meg az érkezésnek a magassága. Hát ennyi erővel mondhatnánk, hogy földről indul, földre érkezik, csak ugye nem lenne túl valósághű, hogy földre célzunk. A G az már legyen megint 10. Tehát effektíve végül is ugyanaz van, mint hogyha földről indítanánk, földre érkezne. Jó. Tehát hármas feladat. A kezdősebesség nagysága az 40 méter per szekundum, de ez egy 30 fokos szögben
van elindítva a vízszinteshez képest, tehát így felfele. Sréban. A kő a katakul tetejéről 2,5 méter magasságban indult. Na most ezt már én lefordítom egyből. Tehát azt tiszta, hogy mondjuk a egyenes előre felé vízszintes irány, amelyre a kő megindult, az ugye legyen az X. A függőlegesre viszont vehetünk ugye X-et, Y-t, vagy vehetünk X-et meg Z-t, és akkor az Y az így befelelően a táblába, és akkor az ugye nem kell. Hát szerintem, most mivel középiskolai, szerintem, hogy az első két tengelyen használó, ugye általában valószínűleg X-et meg Y-t fognak használni órán, úgyhogy legyen akkor X meg Y, tehát az X a vízszintes, ugye ez a kőnek az árnyéka lesz, ugye, hogyha süt a nap fentről, és akkor így halad a kőnek az árnyéka. Oldalirányban ugye nincsen gravitáció, tehát ugye a gyorsulása az nulla lesz, viszont ebbe az irányba egy lefele irányú gyorsulása lesz a Y-irányba, tehát negatív Y-irányba végül is, hogyha felfelé veszük a pozitív Y-on. Úgyhogy egy ilyet rajzolok. Odaírtam, hogy méter, mert hát akkor fogjuk mérni időben, ugye másodperce, sebességet méter per szekund, a gyorsulás méter per szekundum nézetbe, tehát esi alapegység. És hogyha már megjegyeztünk, hogy az Y-nal mérjük ugye a függőleges, akkor mondhatjuk ugye, hogy itt van az Y0, ez a 2,5 méter. A várfal töve 90 méteres távolságban van katapulttól. Ez legyen akkor X fal. És X fal az 90 méter. Milyen maximális magasságot ér a kőgolyó? Akkor az legyen Y. Hát ez is felvezetem a pályáját. Ugye innen indul. Ja, itt lesz a várfal. És akkor parabolát kell ugye rajzolnom. Így. És akkor itt van a becsapódás. Na most itt van körülbelül a csúcspontja. Nevezzük akkor ezt el Y1-nek, ez még T, nem, ez X1-nek már van. Hittem, hogy az időfüggvénye van ábrázolva, és akkor ugye T kellene. Hát igen, ez valami T1 időpontban lesz ott. Itt meg valami, hát akkor már legyen T fal, itt meg T1. Nem, ez az X1 lesz. Így né. Amikor elindul, akkor ugye minden pontban egyébként a pálya görbének az érintője adja meg a sebességet, tehát itt ez lesz a sebesség, itt meg ugye ez. Hát most akkor írhatom így, hogy ez végül kezdő sebesség. Mondjuk 30 foknak ez egy kicsit durva lenne, hát most így sikerül rajzolnom, és akkor ugye majd ezt elrajzolom. Külön is, hogy ezt a sebességet fel kell bontanunk kezdő X irányú és kezdő Y irányú sebességre. Itt meg természetesen ilyen irányban csapódik be a lövedék, a kő. Hát akkor itt odaírtam, hogy ez az egyes. Ugye látjuk, hogy a csúcs az a pont, amikor már nem megy tovább felfele,
de még nem is indul meg lefele. Tehát az Y-rádió sebessége nulla. Ezt fogom majd felhasználni szépen. Jó, tehát kérdezik akkor ezt az Y1-et. B. Milyen magasan csapódik a kőgolyó a válfalába? Akkor az Y-fal. És milyen szögbe kellene állítani a katapultot, hogy pont a vállalkon kilépő lovas találja el 2,5 méter magasságban. Tehát akkor H lovas, ugyanúgy 2,5 méter. X lovas, az egyenlő ugye a vállalkon, itt van akkor a lovas, itt a négy láb a lónak, itt a lovasnak a feje. És akkor az X lovas ez egyenlő az X fal, ugye mert a falban van a kapu, tehát ugyanúgy 90 méter. Itt viszont az alfát kell kiszámolni, akkor nevezzük ezt alfa lovasnak. Milyen szögben? Ugye ugyanezzel a fix sebességgel tudja a kőgolyó kilőni a katapult, hogyha azt akarom, hogy ne itt csapódjon be, hanem itt, akkor ugye lentebb kell majd valószínűleg állítani a szöget, vagy esetleg fentebb. És a D, milyen maximális távolságra jöhetek ezzel a katapulttal, hogyha ugyanúgy 2,5 méteres lovas célzok. Akkor ezt nevezzük X maxnak. Majd megbeszéljük, hogy ott hogy kell akkor célozni. Oké. Na, először is írjuk föl a gyorsulást, mind a két komponensét, a sebességet, mint az időfüggvényét, meg a koordinátákat, mint az időfüggvényét. És akkor meg lesz szólva úgymond a mozgás, tehát minden pillanatban tudni fogjuk, milyen sebességgel, milyen irányú, mert ugye mind a két komponens tudjuk, meg hogy milyen sebességgel halad a test, tehát minden, ahogy elindulja, hogy fog változni a két komponense a sebességnek, X meg Y, hát az X az ugye nem fognak nincs gyorsulás, és hogy fog változni időben az X, az meg ugye egyenletesen fog haladni az árnyéka, meg az Y, az meg ugye felnő, aztán meg vissza lecsökken. Menne még itt tovább is ugye, itt is menne tovább, még megnéz a Földig, de nem kell odáig számolni, csak idáig, úgyhogy még akkor is, amikor ide fog érkezni, egy szimmetrikus parabolát kell majd itt szépen berajzolni. Majd akkor szerintem inkább nagyobbak és újra rajzolom, hogy azon már nincs több színem, hogy még ide berajzoljak, mert már nagyon... Hát a fene tudja, még egy pirosat szaggatva. Először kezdjük a mozgás felírásával. Minden komponens. Gyorsulás X komponense, az egy nagy nulla. Ugye, mert a gravitáció vízszintesen nem hat, direkt azért van úgy, hogy vízszintes és függőleges, nem pedig úgy, hogy 20 fokos, meg 70 fokos. Igen. És akkor az AY az meg mínusz G. Hát most még nem írom be azt, hogy 10 majd utána beírjuk, amikor tényleg kell. Jó, hogy ez ugye 10 méter per szekund nézet. Nagyon jó. Akkor a X irányú sebesség, mivel nincs gyorsulás abba az irányba, ugye akkor nem fog változni. Tehát majd mindjárt, amíg kiszámolok a kezdő sebességnek X komponensét, az marad is. Ez viszont ugye indul valamilyen kezdősebességről,
Hát először felírom általános, hogy ez úgy fog kinézni, hogy AY-szor T, tehát minden másodpercben AY-annyit változik, tehát G-t, és meg a V0-Y. És akkor ezt tovább írhatom egyébként, hogy az AY helyére beírom azt, hogy minusz G. Minusz GT plusz V0-Y. Itt kiadjuk egy helyet, hogy majd a mikor mindjárt kiszállik a számértékeket, akkor még egyszer be tudjam írni jól. És akkor az x az ugye úgy fog kinézni, hogy minden másodpercben ennyivel változik meg az x, mert ennyi az x irányú sebesség, tehát v0 szor x szer t meg x0. Hát de innen indul, direkt akkor itt x egyenlő nullát veszünk, ugye az y null az 2,5, tehát akkor ehelyett nullát írok, ezért az x az csak úgy néz ki, hogy v0 x szer t. T függ v nyilván megvan az x, a vy, nem vy, hanem az y maga, mivel van gyorsulásunk, még pedig mínusz g, ezért ugye az az a per 2 t négyzet, meg v0 y t, vagy hát még általánosan v0, ugye, hogyha nem mondtam melyik komponens, tehát azt szerint kell írni, a y per 2 t négyzet, végül is mindegyiknél úgy kell írni, csak ugye ahol az a az nulla, akkor oda már mindenki írja. Igen, meg v0 y t, meg y nulla, és akkor ide majd följön az a 2,5. Tehát igen, megtehetném azt, hogy ezt a 2,5-ot majd külön tárgyalom, és akkor azt mondom, hogy ehhez a szintre itt nem kezdem érni az y-ot, megtehetném. De most akkor, hogyha a magasságot akarom egyezegyben lefordítom y-ra, ide veszem ezt a 2,5-öt pluszba, legalább ilyet is látunk, hogy itt van még pluszban ez a 2,5. De miért ne lehetne? Rendben van, akkor hát számoljuk már ki akkor a vy-t, meg a v0y meg a v0x-et, azért, hogy akkor egyszerre lehessen beírni ide is a számokat, meg ide is a számokat. És akkor ide majd azt írom, hogy ide. Tehát, van nekünk egy ilyen 30 fokban v0 hosszúsággal rajzolt kezdő sebességvektorunk. Itt van akkor ez a 30 fok, vagy legyen alfa, hogy általános képetünk legyen, és akkor ez itt ugye a v0y komponense, ez meg a v0-nak az x komponense. Csak akkor is ilyen v legyen. Kezdjük ezzel. Szög melletti per átfogó az ugye koszinusz, tehát a v0x az v0-szor koszinusz alfa lesz. Hát a v0y meggondolom, mivel szemben van, akkor ez meg színusz. És akkor most már be lehet írni a számokat ebbe a konkrét esetben. A v0x akkor úgy fog kinézni, hogy 40 méter per szekundum szorozva koszinusz 30. Koszinusz 30 az gyök 3 per 2, a koszinusznak a 60-ja lesz 1/2, de a 30 az gyök 3 per 2, akkor a 2-essel ezt elosztjuk, mert még egy gyök 3-mal szorozzuk, tehát 20 szor gyök 3 méter per szekundum. A v0y-nál ugye színusz 30 az 1/2, ezért aztán ez csak 20. Jó, akkor ezt írkáljuk szépen. A vx az változatlanul 20-szor gyök 3. Megnézem, hogy ki van ehhez számolva itt nekem valahol. Nem tudom, hogy hol van, csak hogy ki van ezt számolva. Én sem tudom, hogy hol van. Pedig egy lapot beletettem szerintem oda a füzetbe. Itt van. 34,64.
Hát ez olyan, ez a VX, hogy nem változik. Tehát az árnyék az egyenletesen halad a kőnek az árnyéka. Így itt a Földön, ha néznénk. Közben meg ugye fölmegy, meg lemegy. Ez olyan, mint amikor ugye van ez a mozgás, tehát így van ez, így van, ugye ez, meg van ez külön. Ez a kettő történik együtt. Tehát amikor megy is, meg közben föl is megy, meg le is megy. Tehát halad is, meg föl is megy, meg le is. És ezt a kettőt egyszerre. És akkor ez a komponens, ez konstans. A másik komponens, az meg először pozitív, ugye mert felfelé indul, aztán ahogy ez a G, ugye minden másodszor 10-zel csökkenti, eléri a nullát, és aztán meg már negatívvá válik, és akkor meg nőni fog abszolút értékbe. Minden másodpercben 10-zel, vagy 9,8-zal. Tehát a VY az meg úgy néz ki, hogy ugye mínusz 10 méter per szekundum négyzet szer T, meg 20 méter per szekundum. Most írtam le szerintem utoljára mértékegységeket, meg ide is még leírom, aztán utána nem fogom szerintem írni, mert sok lesz a betű. Itt akkor ugye ezzel a sebességgel kell szörözni a tét, az kész. És itt pedig az A, tehát ugye T függvényével megvan akkor már a sebesség, a hely, a gyorsulás az fix, és akkor minden tudok most már mozgásról. Innentől kezdve bárhol, bármilyen sebességnél ki tudom számolni az időt, ha van idő, tudok számolni sebességet, tudok számolni pozíciót, tudom számolni a sebességvektornak a szögét esetleg, hogy milyen szögben csapódik be a várfalába, mindent tudok számolni. Elvileg. Igen, és akkor A per 2 az ugye 5, mínusz 5. Meg 20 a V0Y. Meg 2,5 méter. Na, felírtam mindent az idő függvényében. Mostantól már szépen ezt felhasználva ki tudom számolni ezt a dolgokat. Tehát először is kéne nekem, hogy milyen magasra megy maximum. Ez az Y1. Ehhez ugye az Y az itt van az idő függvényében. De amíg nem tudom, hogy milyen tét írjak be, addig nem tudom kiszámolni. Hát milyen tét írjak be? Azt onnan fogom kiszámolni, hogy mikor csökken le az Y-elvű sebesség nullára. Mert ugye odáig emelkedik, megáll, aztán meg jön vissza. Tehát az A kérdés, hogyha meg akarom válaszolni, akkor a T1-et úgy kapom meg, hogy amikor ez a VY ez nulla lesz. Úgyhogy beírom szépen, hogy 0 egyenlő, mínusz 10, T1, meg 20. Tehát most lehagyom értékegységet, hogy nekem annyit írni. Jó, akkor ha ezt átviszem hozzá a mindkét oldalhoz, és aztán 10-zel beosztom, akkor látjuk, hogy T1 egyenlő 2. Szekundum egyébként. Jó, ha most már tudom, hogy 2 szekundum, akkor azt beírom szépen ide. Y1 egyenlő mínusz 5 szer 2 a négyzeten, ugye? Nem írom most csak a mértékegységet, meg 20-szor 2, meg 2,5. 5-ször 4 az 20, mínuszba, meg 40, akkor eddig plusz 20-nál járok, meg 2,5, az 22,5 méter egyébként. Na, meg is van az áll.
rész. Akkor szerintem ezt meddig látok, amikor megnézem, hogy meddig lehetek. Aha, a zsinóra, ahol találkozunk. Jó. Akkor ide nyílik a végrészt. Megint magasságot kérdeznek, amikor becsapódik a falba. Mikor csapódik be a falba? Amikor vízszintesen számítva ilyen messze van. Tehát amikor ez az X eléri a 90 métert, az az idő kell nekem. Tehát 90 méter egyenlő X. Úgyhogy 90 egyenlő 34,64 szer T, hogy hívtam, F fal. Jó? Úgyhogy beosztom ezzel a 34,64-jel T fal. Hát az 5,98-ot kerekítsük már 2,6-ra, szóval 2,6 szekundum. Ezt akkor be kell helyettesíteni a magasságba, tehát az Y-ba, és kiszámolni, mennyi lesz ez az Y-fal. Minusz 5 szorozva 2,6 a négyzeten, meg 20-szor 2,6, meg 2,5, és akkor azt fogjuk erre a magasságra, hogy fal 20,71 méter. Na most, ha megnézzük, hogy 22,5 ez a csúcs, eznek 20,71, akkor egész realisztikusan van megrajzolva méretelenesen, hogy kb. Tényleg ilyen a csúcsa után csapódik be nem sokkal. Oké. Okay. Na most letörlöm ezt. Mivel, ha én el akarom találni ezt az embert, ez a szög már nem lesz jó, ugye, hogy ugyanannyi a sebesség, hanem lentebb vagy fentebb kell állítanom a katapultot. Úgyhogy ezt most itt letörlöm, és újat kezdünk szépen. Látom, valaki bejelölt, hogy meddig látszódik a képen. Hát ezt újra lehet hasznosítani. Csak akkor lovas. Most más a szög. És akkor ahogy mondtam, hát legyen piros. Lehet ilyen, de a komplementerszög is jó. Ami 90 fokra kiegészíti. Nagyon messze fog így is elmenni. Jó, hát most ennyire terület körülbelül a... Majd nem jelentőleg kiadja a két megoldást a trigonometrikus megoldása a végén, automatice. És akkor az minden jobban megmagyarázza, hogy miért. Tehát,
egy ismeretlen szöggel indítjuk meg, ezért ezt a V0-at most nem lehet konkrétan felbontani, hogy ennyi a V0x, meg ennyi a V0y, hanem ugye V0-szor koszinusz alfa ismeretlen lesz a V0x, a másik az meg V0-szor. Színusz. Természetesen a V0 helyére azért beírhatjuk, hogy 40. Jó, méter per szekundum, de most ezt nem írom oda. Tehát akkor van egy 40-szer koszinusz alfa L, csak hogy megkülönböztessük az előző 30 fokos alfától, és van egy 40-szer színusz alfa L. És a távolság, ugye, ahol becsapódik, az akkor ez a 90 méter, a magasság pedig ez. Na most megint csak föl kell írni a mozgást az idő függvényében. Ugye az AX az még mindig nulla, az AY az még mindig mínusz 10. Hát most odaírtam, hogy méter per szekund nézett. Ezért a sebesség az ugye az konstans, ennyi, ez a konstans, ugye ez nem változik nulla gyorsulás esetén. Itt viszont minden másodpercben 10-zel változik, tehát a VY az úgy fog kinézni, hogy mínusz 10 szer T plusz a V0Y, vagyis 40 szer színusz alfa L. Jó, indul ezzel a sebességgel felfele, és minden másodpercben 10-zel csökken. Én mindig nem tudtam beszélni. Én nem előtt a telefon, azt magamnak dumálok. Jó. Fú, 18. Rendben. És akkor az X az úgy néz ki, hogy ezt kell akkor T-vel szorozni, az X 0 még mindig 0. Ezért aztán 40-szer koszinusz alfa L szer T, az Y pedig úgy néz ki, hogy ugye A per 2 T nézett meg V0T, meg az Y 0, ami 2,5, hogy akkor ennek a fele az mínusz 5 T négyzet, meg V0YT, meg az Y0, ami 2,5. Most így mértékegységek nélkül. Oké. Most egy kicsit gyorsabban csináltam, de ugyanúgy jöjj az előbb. Csak most ugye ezekkel a kezdő sebességkomponensekkel. Föl van írva a mozgás egy az egybe az idő függvényében. De most nem csak az idő függvényében, hanem a szögnek a függvényében is, ugye, mert nem tudjuk a szöget. Ki kéne akkor számolni, hogy mennyi ez a szög, de nem csak azt nem tudom, hanem az időt sem. Ezért aztán két egyenlet kell. Semmi baj. Ugye ebben a síkban vagyok korlátozva, a lovasnak a feje, az ugye ilyen irányban is, meg ilyen irányban is egy fix dolog, ugye? Mert ugye x irányban ennek a koordinátának kell teljesülnie, tehát tudok írni egy egyenletet, hogy az x-nek 90-nek kell lennie, és tudok írni egy egyenletet, hogy a y-nak viszont 2,5-nek kell lennie, hogy találat legyen.
És akkor ezt szépen felhasználjuk. Ez legyen 90. Ez meg legyen 2,5. Milyen jó, igaz, hogy 2,5-ről meg 2,5-re. A T egyenlő nulla megoldás ennél, hogy ugye 2,5 magasan van, hát igen, természetesen itt is 2,5 méter magasan van, de ez nem jó nekünk ez a megoldás. Tehát a T az semmiképpen nem lehet nulla. Ezért aztán nyugodtan eloszthatom ezt az egyenletet, miután lehúztam úgy, és akkor egy nulla egyenlő mínusz 5 érzek, mert 40 szint annyi maradt, ugye a T-vel lehet egyszerűsíteni. Úgyhogy azt kapom, hogy nulla egyenlő mínusz 5 T meg 40-szer színusz alfa L. Hát most azt nézem, hogy melyik módszerekkel keresetet írni egyébként, hogy fejezzük-e innen ki a T-t és akkor írjuk be ide, vagy esetleg vigyük ezt át és akkor osztjuk el a két egyenletet, vagy ilyesmi. Hát szerintem csináljuk úgy, hogy olyan mert az jutott másodjára eszembe. Tehát ugye hozzáadom mindkét oldalhoz 5T, akkor kapok egy olyat, hogy 5T egyenlő 40 színusz alfa L. És akkor van ez, meg ez. Hogy fogom osztani? Hát úgy fogom osztani, hogy színusz per koszínusz legyen. Tehát ezt osztom ezzel. 5t per 90. Egyenlő 40 per 40, ez ugye kiesik, és akkor lesz egy színusz alfa L per koszínusz alfa L. Hát leírom, hogy hogy jön ki ez a dolog. Így mi? Várjunk már. Szerintem ilyen sok értelme nem volt. Mert az alfa jön be, mert csak tangens, meg itt van még a T is, és ez T-nézet lesz. Ja, akkor mégsem így kell. Fejezzük ki a T-t. Akkor már beírjuk. Tehát innen a T-t, ha kifejezem, az 90 per 40. Hát egy nullát vegyünk már le, akkor 9 per 4. Koszinusz alfa L. Ez egy 9-es, nem G. Mivel 90 per 40 helyett írtam 9 per 4-et. És akkor ezt szépen beírjuk ide. A T helyett akkor az 95-45, ugye mert itt a 9-es, itt van még egy 5-ös, akkor az 45 per 4-szer koszinusz alfa L, ez megvan ez az 5T, ugye eddig, és ez egyenlő akkor 40 színusz alfa L-lel. Jó, a koszinusszal szorozzunk át, és 20-szal osztunk. Hogy miért csak 20-szal osztok, majd mindjárt látjuk. 4x20 az akkor 45 per 4x20 az 80. Ha mindjárt kiszámoljuk, hogy ez mennyi. Hát végül is 9 per 15
színusz alfa, koszínusz alfa. Aki emlékszik erre, hogy ez micsoda, az most örülhet, hogy végre valahol ugye az életbe tudja használni ezt az összefüggést, ugye ez színusz két alfa. Így. És az a 45 per 80, az meg 0,5625. Tehát van egy olyan feltételem, hogy színusz két alfának 5625. Na de nézzük csak meg, hogy ez a... Tehát az biztos, hogy az alfa L annak kisebbnek kell lennie, nagyobbnak kell lenni nullánál, az tuti, de kisebbnek is kell lennie 90-nél. A két alfa viszont nyugodtan lehet 180-tól kisebb, tehát a két alfa az nyugodtan lehet tompa szög, és akkor a fele az még mindig hegyes szög lesz. Ez azért fontos, mert hogyha emlékszünk arra, hogy ugye a színusznak, koszínusznak a definíciója az hogy van, ugye kell rajzolni ilyen egységkör. Ha egységnyi a sugár, akkor ez a levetítés, ez az x, ugye ez a koszínusz, hát most inkább nem róla alfa, csak ez nem az az alfa. Az y az meg ugye a színusz alfa. Ez azt jelenti, hogy ha az alfát innen mérem most, az y akkor is jön annyi. Tehát a két alfára kijöhet egy hegyes szög is, de kijöhet egy 180 minusz az a hegyes szög is megoldásnak. Hát ez az egyes, és a két alfa kettő, akkor a 180-ból, ugye, mert innen kell mérni, le kell vonni ezt a 34,22-t. 150, 146, 145,78. Így, és akkor természetesen az alfa az ennek a fele, tehát a alfa L1, ami megoldás, az ennek a fele, akkor az 17,11. A másik pedig úgy is jó, hogy ennek a fele, akkor ez 72,5, meg 36, nem 39, 72,5, 72,89 talán. Így. Ennek is a fele, meg ennek is. Tehát, vagy kis szögben gyorsan odaér, vagy nagy szögben lassan ér oda, ugyanúgy oda fog becsapódni, csak ugye valószínű tovább marad a levegőben, mert fölmegy a frontba, aztán meg még visszajön, ez meg gyorsan oda megy. Tehát egészen alacsony szögben van itt ez kibőve, ez meg egészen nagy szögben, hogy egészen fölmegy és akkor úgy megy át. Jó, tehát ami nagyon érdekes, az, hogy milyen messzire megy el a test, az emiatt a színusz két alfa dolog miatt ugyanakkor a komplementer szögre,
Tehát, hogyha mondjuk 30 fokra nézzük, akkor ami 60 fok kiegészíti őt a 90-re, arra is nagyon messzire megy. Ugye a 45 fok az a szög, amit önmaga egészít ki, és hogyha mondjuk megnézzük, hogy a színusz két alfa, ugye milyen alfánál lesz a legnagyobb, hát ugye 45 foknál, vagyis színusz 90 az ugye az 1. Hát most nem csináltuk meg azt, hogy pontosan milyen függvénye az alfának az a távolság, hogy milyen messzire tudjuk előni. Színusz két alfa van benne, aminek az a maximum, hogy 1, akkor, hogyha a két alfa az egyenlő 90-nel. Ezért már a Davis mondom, hogy akkor tudjuk legmesszebb előni a követ, hogyha 45 fokba lőjük ki, mert a 45 foknak a duplája 90, 90-nek a színusza meg 1. És akkor ugye ott csak egy lehetséges pálya lesz a 45 foknál. Nincs ilyen komplementer, a saját maga a komplementer. Oké, tehát nézzük akkor az utolsót, mégpedig úgy számolva, hogy 45 fokkal. Az első sor az maradhat, mert ugyanannyi. Hát, hogy lehet megpróbálom benne hagyni a 45-öt. Vagy akár egy tényleg legyen tetszőleges alfa. Vagy most legyen béta. A béta szögbe dobjuk. És akkor megnézzük, hogy ilyen mikor megy a legmesszebb. És akkor kijön azt, hogy a bétának ugye 45 foknak kell lennie. Oké, tehát akkor, ha nem tudná esetleg valaki, hogy ugye 45 fokba kell eldobni, akkor mondjuk azt, hogy eldobjuk valamilyen béta szöggel, és akkor szeretnék ezt maximalizálni, hogy ugye mikor megy a legmesszebb. Az a jó, hogy minden más ugye marad akkor, szépen. És akkor csak itt is az alfa eleget kellettem kicsérni a bétára, de mindegy. Tehát a sebesség az ugye marad konstans, mégpedig 40-szer koszinusz béta. Az y-mű sebesség az meg ugye mínusz 10 t, plusz 40-szer színusz béta. Az x akkor ezt kell szoroznom a t-vel, és az y-nál ugye mínusz a per 2 t négyzet plusz v0 t meg ez a két egész. Oké, okay. Most meg kicsit más szint is használok, mert teljesen kikopik a kék. Tehát itt van ugyanúgy a lovas. És akkor ide célzok. Ez az XM. Az YM az meg ugye megint az YL. Tehát ez a magasság, ez ugyanaz. 2,5 méter. Oké, először is számoljuk ki az időt. Kiszámoljuk az időt innen. Aztán lehetesítjük ide, hogy milyen messzire megy el. Minek kell teljesülnie ugye? Annak, hogy a magasság az a lovasnak a fejem is 2,5 méter legyen. Tehát YL egyenlő, ugye ez a 2,5 méter, L-nek kell teljesülnie erre.
És akkor ebből tudok számolni egy időt. Várjunk már, itt egy szó, T kimaradt szerintem. Itt, vagy a V, 0, T. És akkor 2,5 egyenlő mínusz 5 T négyzet meg 40 színusz béta szor T meg 2,5. 2,5-öt megint elhúzzuk szépen. Miután lehúztam a 2,5-öt, nincs már konstansunk. T az nem lehet nulla, ezért a T-vel megint leosztok. Mert nem érdekel engem a T egyenlő nulla megoldás, ugye itt ez a pont, hanem ez a későbbi T érdekel, amikor már nulla az idő. Ezért aztán leosztom az idővel, azt kapom, hogy ezt át is hozom akkor ide, 5T egyenlő 40-szer színusz béta, nincs szó, mert leosztottam T-vel. Innen kiszámoljuk szépen a T-t. 40-et leosztom az 5-tel, az 8. Tehát látható, hogy a színusz bétának függvénye, meg ugye a kezdősebességnek a függvénye, hogy mennyi ideig lesz a levegőben. Hát ebből még annyi látszódik, hogy akkor lenne legtovább a levegőben, hogy 90 fokos szögben dobnám föl. Ugye, mert akkor egyszerűen fölfelé menne, és sokáig tartana leérni. De most ez nem jelent azt, hogy messze el tudnám így dobni, mert ugyanoda érkezne le. Tehát fogjuk ezt a T-t, és akkor beértesítjük ide az X-be. Ezzel azt fogunk kapni az XM-re, hogy 40-szer koszinusz béta, szorozva a T-vel, de a T az ez. És akkor innen elveszek 4-et, hogy azért a kétszer színusz koszínusz megmaradjon, hogy kétszeres szög maradjon. És akkor a 4-et elveszek 4x16, akkor ez 160, szorozva 2 színusz béta koszínusz béta, ami ugye színusz 2 béta, most béta. Tehát 160-szor színusz 2 béta. Hát ez mikor legnagyobb, ha a színusz az 1, ugye? Mikor lesz a színusz 1, hogyha 90 fok a 2 béta, most akkor a bétára csak egy lehetőség van, ha 45 fok. És akkor ebből azt kapjuk, hogy a legideálisabb esetben 160 méter távolságban lehet elérni ezzel a katapulttal. Közegellást kell elhanyagolva természetesen, mert akkor megbonyolítaná, kicsit feljebb kéne célozni. 40 fokba kell célozni, és akkor 160 méter el tudok vele lőni. Jó, tehát itt látható szépen ezzel a színusz két béta dologgal, amit mondtam az előbb, hogy a hajító távolság az így fog függni a szögtől. Ebből látszódik, amit az előbb magyaráztam, hogy ugye, ha itt a két béta helyett mondjuk legyen 30 fok, ugye a 180-2 bétát írom be, a színusz értéke változatlan, tehát a komplementer szögek azok ugyanolyan távolságot eredményeznek, csak az egyik lapos hívbe megy, másik meg lapos hívbe. Itt látszik. És a csutka, amikor optimális, legnagyobb, amikor ez ugye 1. Tehát nem azt mondjuk, hogy gyök 3/2, vagy ilyenek, vagy 1/2, ugye, vagy ilyesmi, hanem 1/1, és akkor megkapjuk ezt a 160 métert. Jó, na nézzük néhány egyszerű feladatot, meg rövid feladatot, mert ez sokáig tartott. De ha ezt valaki megérti, akkor az ilyen típusú feladatokat mindegyiket meg tudja csinálni, mert egy kaptafára megy végül is, csak le kell fordítani azt, hogy mondjuk földet ér, vagy itt talál valakit, ugye, hogy akkor az mire jelent itt? Hát arra jelent, ugye, hogy a magasság és az y, az 2
és fél. És akkor abban van így van egy T. Vagy neki megy a várnak. Jó, de a várnak az X értéke 90. Akkor hol az X, így függ az időtől. Ha ez 90, akkor megoldom, hogy mennyi a T. És akkor ha megvan a T, akkor mondjuk tudom számolni ezt a sebességet is, ezt a sebességkomponenst is, még az konstans, vagy a magasságot, és akkor a két sebességkomponensével tudnék számolni egy sebességnagyságot, hogy ott milyen gyorsan halad, tudnék egy tangenssel számolni egy V-Y-Z-Z adná egy tangenset, hogy milyen szögben repül, ugye a kő, tehát mindent lehet számolni, csak akarni kell. Jó, nézzünk körmozgást, mert ugye az még nem volt, és az is a mai anyag. Ahogy megnyomom a leállítást, most aztán itt vége mindennek. Már idáig sikerült felvenni. Egy modellvasút 30 dekagram tömegű mozdonya 2 méter sugarú körpályán egyenletesen halad. Egy teljes kört 3,7 szekundum alatt tesz meg. Mekkora a mozdony sebessége? Hát van itt egy olyan, amit elvileg nem ide kéne, de mekkora oldalirány erővel nyomja a sína mozdony kerekét? Hát annyit talán megelőlegezhetünk, hogy kiszámoljuk a gyorsulást, aztán megszorozzuk a tömeggel, és akkor megadja majd azt az erőt, hogy F1-re. Nézzük már meg ezt a másik feladatot is, hogy ne kelljen visszajönni. Egy 4 kg tömegű test 0,25 1 per szekundum fordulatszámmal egyenletes körmozgást végez az 5 méter sugarú körpályán. Mekkora a mozgás sebessége és szögsebessége? Mekkora és milyen irányú a test gyorsulása? Jó, na ezeket gyorsan kiszámolgatjuk. Tehát az első a modellvasút, a 4-es feladat. Hát felgyomulja, hogy emegyelő 30 dekagram, ezt akkor egyből átváltjuk úgy, hogy 0,3 kg, mert az SI alapegység az ugye a kilogram, tehát ezt kell majd használni. A sugarat az Philip nagy erre, mert még úgy sincsenek ellenállások, így nem fog bezavarni. Igen, és egy teljes kört 3,7 szekundum alatt tesz meg. Ez, hogy egy kört, ugye, hogy az a ciklus, ami ismétlődik, annak mennyi az ideje, tudja, hogy periódus idő, és nagy tével jelöljük megkülönböztetésül. Mekkora a mozdony sebessége? Úgy is hívják, hogy kerületi sebesség, ugye, mert a kerület mentén megy ezzel a sebességgel, és mekkora oldalirányú erővel nyomja a sína mozdony kerekét. Hát, akkor ilyen oldalirányú erőt nem tudom, hogy milyen belőleg is. Hát végül is először is az ACP-t fogjuk kiszámolni. Milyen centipetális gyorsulása van ennek a mozdonynak. Ebben a pillanatban itt van ez az M tömegű mozdony, itt van neki a sebessége, ennek a sebességnek, hogyha egyenletes a körmozgás, a nagysága nem változik, viszont az iránya az folyamatosan változik, ugye ez a vektor, ez elfordul, tehát hogyha ide rajzolnám, akkor már ilyen lenne. Ugyanolyan hosszú vektort kell rajzolnom, de ugye más irányban mutat. És természetesen minden pontban érintő irány a sebesség. Tehát, hogyha most megcsúszna a sínről, akkor egyenesen így kirepülne, menne tovább egyenesen. Na, ahhoz, hogy a sebességvektor folyamatosan így forduljon befele, ahhoz még, hogyha a nagysága nem is változik, a kanyarodás miatt, tehát ami az irányát változtatja,
kell lennie egy gyorsulásnak, ami így befelé mutat. Így. Ha egyenletes a körmozgás, akkor ez a gyorsulás egy az egybe a középpont felé mutat. Vegyük a origóba ugye a kör középpontját, vagy az origót a kör középpontjába, hogy nézzük, és akkor ilyenkor ezt a gyorsulást úgy hívják, hogy centripetális, hogy mindig a középpont felé mutat, középpontot keresi ugye a gyorsulás vektor, az a jelentése, centripetális. Ahhoz, hogy egy ilyen centripetális gyorsulást kapjunk, természetesen az eredő erőnek majd, hogy oda jutunk, ugyanúgy a kör középpontja felé kell mutatni, mert ugye F egyen nem szará, hogyha én át akarom, akkor az eredő erőnek ugyanilyen irányúnak kell lennie. Tehát minden olyan erőrendszer, amikor az eredő erő úgy jön ki, hogy mindig egy pontba mutat, bárhonnan is megy, tehát ilyen centrális, akkor azt úgy hívják, hogy centripetális erő, és akkor az eredménye egy ilyen körmozgás lesz. No, sebességet kell számolni, amit kedveti sebességnek is mondanak. Ugye a sebességhez az szükséges, hogy S per T. Ugye? Hát most egyszerűen egy állandó pozitív sebességről van szó, megtett út, osztva a közben eltelt idővel. Adja magát, hogy ha adtak egy időt, ugye, ez a periódus idő, az egy teljes körnek az ideje. Mennyi a megtett út egy teljes kör esetében? Hát egy kerület. Kerület az 2rp. Tehát ezt fel tudunk írni, hogy 2rp, osztva a periódus idővel. És akkor 2x2 méter/pi, vagyis 3,14, osztva ezzel a 3,7 szekundummal. Itt az elején megkeresem, hogy mondja az érték. Méter per szekundum, most nem hagytam be a mértékegységet, mert nem kellett olyan nagyon hosszú bonyolult dolgokat írni, úgyhogy elfér. Oké, ez volt az A kérdés. Ezzel a sebességgel halad szépen körbe-körbe. Minden másodpercre 3,396 métert tesz meg a kör kerülete mentén. Tehát az ív hossz, amit lefed, az minden másodpercben ennyi. Jó, a gyorsulás pedig, a B kérdés, centripetális gyorsulást úgy kell kiszámolni, hogy V négyzet per R. Most, hogy már megvan a sebességünk, akkor ezt fel tudjuk használni, hogy megkapjuk ezt a gyorsulást. 3,396 méter per szekundum a négyzeten, osztva a sugárban 3,7. Ez pedig 5,767 méter per szekundum négyzet. Hát ez fél G, ugye? Tíznek a felénél egy kicsit több, 9,8, vagy egy kicsit több. Ha belegondolunk, hogy bevegyünk egy kanyarba. Minél élesebb a kanyar, annál nehezebb bevenni, ugye annál nagyobb erő kell, annál nagyobb a gyorsulás, tehát igen, mert oszt. Ez az eredmény jó, mert ezt már korábban kiszámoltam, de nem a periódus idő kell, hanem a sugár, ami ugye 2 méter. Méter négyzet per méter az méter, per szekundum négyzet, tehát rendben van, így már jó. Tehát ugye minél kisebb a sugár, annál élesebb a kanyar, annál nagyobb lesz a gyorsulás. Ugyanabban a kanyarban, ha gyorsabban megyünk be, akkor is nehezebb bevenni természetesen. Ráadásul kétszeres sebességnél négyszeren nehéz bevenni, mert négyszeresen lesz, ugye négyszeresen függ a gyorsulás tőle. Jó, akkor, hogyha én nekem az oldalirányú erő kell, hát most leegyszerűsítve, ugye abból, hogy a, hát egyébként ez az oldalirányú erő lesz az eredő erő. Mert a sínnek a függőleges irányú erője, az szépen ki fogja ejteni
kicsit előre szaladunk. Ugye itt van az MCG nagyságú erő, ami ezt a mozdonyt ugye lefelé húzza. Ennek a tartóerőnek ugye ki kell ejtenie felfelé a súlyerőt, eddig akkor az eredő erő nulla, és akkor ha ennek a sínnek az erő erejének, akkor itt a középpontja van egy ilyen irányú komponense is, ez az, ami kellett, akkor ez maga lesz az eredő erő, mert a másik kettő az ugye nulla. És természetesen, ha ezt mind a kettőt ugye a sín fejtik, tehát így tartja és meg oldalába is így tolja, akkor ugye a sínnek az ereje az ennek a két komponensnek végül is az összege, ez lesz az F sín. Mondjuk inkább nem lehet, eddig se raktam rá. Az irány az itt van, ez még csak a hossza. Jó, tehát ez az erő 6, meg ez az erő 6. Ennek az erőnek ezt a komponensét ugye pont a gravitáció ejti ki, ezért nem megy se le, se föl a vonat, viszont ez kell ahhoz, hogy kanyarodni tudja. És akkor itt van valahol a fölközéppontja. És akkor a gyorsulása az természetesen errefelé mutat. Oké, hát akkor ezt meg kell szorozni az a 0,3-ból és annyi is kapjuk. Kilogram szó méter per szekundum nézet, ez pedig Newton, 1,73. Jó, ezzel hogyha kicsit előre szaladtunk, de majd lesz egy csomó ilyen feladat. Jövő héten még nem, mert akkor körmozgás és harmonikus rezgőmozgásnak a kapcsolata, meg hát harmonikus rezgőmozgásból lesz egy csomó, az is még kinematika. Az ott ugye ilyen színuszosan, az foszínuszosan fog változni a hely, sebesség, vagy a gyorsulás is. Oké, ez ennyi volt, akkor nézzük a utolsó feladatot, az ötöst. Ez is 4 kg tömegű. Igen, de ezt föl se írom, mivel itt volt egy célrész, amit lehúztam, úgyhogy itt már nem kell ezt számolni előtt, úgyhogy le se írom azt, hogy 4 kg tömegű. A fordulatszám, vagy hát szokták jelölni ennel is, vagy F-fel is, hogy fordulatszám, jelöljük akkor most F-fel. Ugyan még szerint utoljára, amikor láttam egy középiskolás könyvben vagy füzetben, akkor F volt írva, amelyik az inkább a frekvenciára szokott lenni. 1 per szekundum. És megvan az, amíg a sugár az 5 méter. Mekkora a mozgás sebessége és szögsebessége? Szögsebesség jele omega. És milyen irányú és mekkora a test gyorsulása? Hát, hogy a középpont felé mutat, azt már megbeszéltük, ugye, mert centripetális komponens van csak, hogyha a sebesség nagysága nem változik, és itt most ember egyenletes körmozgásról van szó. Tehát ezt az ACP-t kell kiszámolni. Az, hogy merre, hát azt már megbeszéltük, középpont felé. Na, ha azt mondjuk, hogy ti egyenlő nullában mondjuk itt van a test, és valamilyen T1 időpontban meg itt van. Ahogyan nő ez a ív, vagyis a megtett út, úgy nyílik ez a szög. Minél nagyobb az ív, annál nagyobb a szög. Nem fel a dolog ugye a szöget úgy
kimérni, hogy egyszerűen ránézek erre az ívre, és akkor amennyi az ív, azzal definiálnám a szöget a fokuk helyett. Ugye, tehát most egy másik mértékegységet keresünk a szögre. Mert ugye, ha nagyobb a sugár, mondjuk egy 31 centis pizzánál, vagy egy 50 centisnél, ugyanolyan a szögnél hosszabb lesz ugye az az ív. De hogyha leosztunk a sugárról, akkor már mindegyiknél az egységi sugarú pizzára lenne meg az ív, és akkor természetesen a sugár akkor nem játszik, hanem kiesik. Ezért aztán a szög esi alapegysége az a radián, hogyha én ezt a szöget radiánba akarom mérni, most ezt így általánosan mutatom, akkor ezt az ívhosszat le kell osztani a sugárra. Ezért aztán métert osztok méterrel, az eredményünk ugye az egy dimenziótlan szám, egység. De azt mondom rá, hogy radián, mint a darabnál ugye az is dimenziótlan, de azt mondom, hogy darab. Tehát ez a radián, ez méter per méter, vagyis dimenziótlan. Na most nézzük egy példát. Mennyi az ívhossz egy teljes körnél? Ugye? 2r pi. Per 2 pi. Tehát teljes kör radiánban 2 pi. 360, ugye az 2 pi. A fél kör az meg pi. Negyed kör pi per 2. 45 fok pi per 4. Így tovább. Jó? Tehát ezért van a radián definíciójából. És az is igaz, hogyha viszont itt átszózok erre, akkor ha most a megtett távolságot akarom, az ilyen egyszerűen függ össze az elfordulás szögével. Tehát itt ez az S1, meg ez a Φ1, az olyan kapcsolatban van, hogyha a Φ1 szöget radiánba, tehát nem lehet most fokozni, a radiánba megnézem, hogy ez mondjuk Pi per 4, megszorzom a sugárra, akkor megkapom, hogy mennyi távolságot tett meg a test. Na most itt lehet egy olyat csinálni, hogy mind a kettőnek megnézném az időbeli változási gyorsaságát. Milyen gyorsan változik. Hát, Whitefieldnek dederiválom mindkét oldalt. Ugye az, hogy milyen gyorsan változik ez az S1, ez ugye a V. Vagy hogy, na, hogyha mondjuk különböző időket nézném. Ez akkor V. Az, hogy a szög milyen gyorsan változik, vagyis, hogy delta phi per delta t, az meg ugye a szögsebesség. Ez a elszózó meg ott van. Tehát most arra akartam kiukadni, hogy ugyanúgy, ahogy a megtett távolság meg az elfordulás szöge között egy elszózat van, a keleti sebesség meg a szögsebesség között szintén. Tehát általában, amikor ilyen a körmozgásra jellemző mennyiségről, vagy le akarok átmenni a neki megfelelő haladó mozgás analóg mennyiségre, vagy abban analóg ezzel, tehát itt mondjuk a sebesség, szögsebesség, távolság, szögelfordulás, ugye ezek analógok, akkor egy erre való szózás vagy osztás, attól, hogy merre megyek, általában szokott lenni. Na, hogyha én itt a sebességet akarom kiszámolni, akkor ugye megtett távolság kell per az idő. Na most az a kérdés, hogy ezt az f egyenlő 0,25-öt ezt hogy használjuk föl? Ugye ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt egy negyedet fordul. Hát akkor az mennyi? Ugye? Egy negyed, egy másodperc alatt az egy negyed cikk. 90 fok, vagy pi per 2. De az is benne van ebbe, hogyha ugye ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt egy negyedet fordul, akkor egy teljes körbefordulás az meg 4 másodperc, mert ugye egy negyedet megtett, akkor 4-szer annyi kell. Tehát van egy ilyen nagyon alapvető összefüggés az f meg a periódus idő között,
hogy a periódus idő az mindig ennek az F-nek a reciproka. Majd később, hogyha a frekvenciáról lesz szó, akkor is most ez a periódus idő, vagy a, na, most a fordulatszámot jelöl ide, ott is igaz lesz ez, hogy a periódus idő az 1 per F. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez 4 szekundum. És akkor innentől úgy csináljuk meg ezt a részt, mint az előző feladatban, hogy veszem a teljes kerületet, mert arra tudom írni, hogy az ugye a távolság, amit megtett, az 2 pi. És veszem a periódus időt, ami egyébként 1 per F. Kéter pi az 2x5 méter szer pi, hosszú a 4 szekundummal, vagyis 10 per 4 az 2,5 pi. 2,5 pi-ből az lenn ki, hogy 7,854. Méter per szekundum. Na most a szögsebességet meg nézzük úgy, hogy elkezdjük, mintha ezt nem tudnám egyenlően, hogy ez így van. Elkezdjük innen mérni, hogy fi egyenlő nulla, és akkor ugye ahogy telik az idő, a fi az egyre nyílik, egyre nő. Hogy ha a szögsebességet akarunk kiszámolni, akkor ugye ott nem a megtett távolságra kell, hanem a kinyílt fi-re, hogy mennyi fi nyílik ki, és osztva a közben eltelt idővel. Vagy mondhatnám, hogy delta fi per delta fi, de most mivel nulláról indul, ezért a fi az maga a delta. És nulláról indítom az időt is, tehát a t az maga a delta t. Ilyen szempontból itt egyszerű. Na most, megint nézzük egy olyan fix értéket, amire tudom az időt. Hát a teljes kör, ugye? Tudom, hogy a teljes kört, az 4 másodperc alatt fogja megtenni. Mennyi a fi a teljes körre? 2 pi. Úgyhogy írjuk be akkor ezt, hogy 2 pi, és akkor ehhez szükséges idő az természetesen a nagy t. Na ezt is érdemes megjegyezni, hogy ez az omega ez mindig 2 pi per nagy t lesz. Hogyha a szögsebességről van szó és a periódus időről, vagy majd később a rezgéseknél a körfrekvenciáról, meg a periódus időt is. De egyébként érdekességképpen, mivel ez a t az ugye 1 per f, ezért ezt úgy is írhatnám, hogy f-szer 2 pi. Most mindegy, mert az előbb már kiszámoltam itt, hogy 4, ugye ide, de ez még írhatom úgy, hogy 1 negyed. Na most írjuk úgy. Tehát 0,25 1 per szekundum, szorozva a 2 pi-vel, 0,5 pi. Radián per szekundum, de az ugye nem írom úgy, hogy radián, hanem hivatalosan ugye 1 per szekundum. Végülis oda lehet írni, nem hiszem, hogy hiba lenne, de a képleteknél, amikor rendezhetjük a dimenziókat, hogy ilyen egység, olyan egység, amolyan egység, akkor ugye a radiánt azt nem veszünk figyelembe. Oké, mit veszünk észre? Itt van pont egymás alatt. Ha a szögsebességet így kellett kiszámolni 2 pi per nagy t, kereti sebességet, hogy 2 r pi per nagy t, lehet látni, hogy a különbség a kettő között az az r-re való szorzás. Tehát kereti sebesség a szögsebesség fölött van sugár. Oké, utolsó dolog, centripetális gyorsulás. Azt akkor számoljuk szépen megint, hogy v négyzet per r. De olyanból most írjuk már be, hogy a v az ugye omegászor r, tehát akkor ez omega négyzetszer r négyzet per r, vagyis omega négyzetszer r, vagy r-szer omega négyzet. Kinek melyik változat tetszik? Jó, van, amelyiket jobban meg tudja jegyezni. Jó, ez ugyanaz a centripetális gyorsulás, amit az elején néztünk. Az omega az ugye pi négyzet majd per 4, ugye 1 per szekundum négyzet, szorozva az 5 méterrel. Méter per szekundum négyzet lesz természetesen a gyorsulás, és a gyorsulás 12,34.
használt egy génél több. Miért viszonyítom ezt? Ugye a normál esetben, amikor így állok, ugye 10 méter per szekundum négyzet gyorsulásnak kell ellenállnom. Ugye, hogyha úgy gyorsulnék, ahogy a föld gravitációja akarja, ugye 10 méter per szekundum négyzettel gyorsulnék, akkor nem kellene, hogy érezzek a testemben bármilyen erőt, mert minden egyes atomomat ugyanazzal a gyorsulással gyorsítaná a föld gravitációs tere. Így viszont, hogy ezt meggátolom, a talpamnál fogva ugye támaszkodok a felületre, vagy a kívül az a fenekénél fogva, és akkor ott, ahol érintkezik, ugye az erő támadás pontjánál mechanikai feszültség lép fel a testében. Ugye, hogyha valaki nem is próbálja, hogy még egy tudjon tartani magát, vagy valami, ugye? Tehát mindjárt érzékelni fogjuk, csak hát ez hozzá vagyunk szokva. Úgyhogy a súlytalanság állapota akkor lép fel, amikor szabadon gyorsulok, úgy, ahogy a gravitáció akarja, hogy gyorsuljak. Például, amikor valaki leugrik a medence, vagy valami a tópart, vagy valami szikláról, vagy nem tudom, amíg repül, addig súlytalan. Vagy amikor mondjuk elszakad a liftben a kötél, de az nem annyira kellemes, hogy inkább az előbb-előbbi próbálgassunk. Jó, amelyek a másik, amikor az űrben nincs gravitáció, és akkor ugye furcsán érezzük magunkat, mert hozzá vagyunk szokva ez a gravitációhoz, akkor viszont lehet egy olyat csinálni, hogy a körmozgás létrehozásával keletkező centripetális gyorsulás, hogyha ez egyenlő 9,8-al, mondjuk egy űrbázisban, akkor a külső falon mászkáló emberek úgy fogják érezni, mint hogyha itt a Földön mászkálnának, ugye ezt hívják mesterséges gravitációnak, hogyha pont olyan gyorsulást létrehozunk. Hát ugye folyamatosan befelé ható erő nyomja az embereket, ezért ami most nyomóerő, amit én érzékelek nyomóerőt, úgyhogy nem megyek körbe-körbe, viszont a Föld gravitációs tere ellenében tartom magam, ott meg a körmozgás miatti nyomóerő ugyanezt az effektust létrehozza, tehát mechanikai feszültséget a testben, és akkor súlyosnak érzik magukat. Rendben, hát ez már ilyen plusz dolog, majd még erről beszélünk az ilyen gyorsuló lifteknél. Egyelőre akkor ennyi, majd innen folytatjuk. Próbálom minél gyorsabban egymás után felvenni a videókat, és akkor a régiek is fent lesznek. Minden jót, sziasztok!